Kedves nézőink, jellemző a mai korban, hogy képeket nézegetünk. És nem csak a fiatalabb korosztály, és ismerik azt a kifejezést is, hogy egy kép felér ezer szóval, talán a kínaiaktól származik. De most olyan képeket nézegessünk, amik nem mémek, vagy valaki hirtelen csinálta akár selfie jelleggel, hanem minőségi képeket gondolatban. Ha már ez a menő, akkor ajánljunk valamit, ami a lelket bizonnyal építi, mert hogy Nyíregyháza tele van ragyogó képzőművészeti tárlatokkal, H. Németh Katalint, grafikus művészt, művészeti írót ajánlásra kértük a stúdióba. Ha maradhatunk a tegező formulában, akkor kedves művésznő, köszöntelek szeretettel, és menjünk sorjába. A múlt heti adásban Csutkai Csaba vendégünk volt már, úgyhogy ennek egy rövidebb ajánlója következhet. Mit alkotott most a kedves fotóművész barátunk? Most több mint 60 portrét tett ki. A 80-as évektől egészen napjainkig. Tavaly fejezte be. Képzőművészek, író, költő, dramaturg, koreográfus, népi dalárdatag. De valami összeköti őket. Valami összeköti őket, méghozzá a művészet. Művészethez való kapcsolatuk, vele való viszonyuk. Meg talán a kicsit a nyíregyháziság is? Igen, az is zömmel. De azért máshonnan is. Elszármazottak, akik itt élnek, akik ide jöttek, itt voltak. Tehát valami közük igen, van. Igen, Nyíregyházához. Igen, mi hozzánk. Mi lehet egy érdekes több tucatnyi arcban egy-egy fotón? Hát az, hogy ahol úgy látta jónak, ott a környezetet is behozta jellemzésül, de főképpen közeli portrékat csinált, mert az arc sokat beszél. Ő maga mondta, hogy nem csak a szem a lélek tükre, hanem az arc is. És tudjuk azt a francia mondást, hogy 30 éves kora után mindenki felelős az arcáért. És ezt látjuk is. Hol látjuk? Hát Normantas Paulius nagyon megható, egy fiatalkori képe, és most az utolsó, életének az utolsó napjai. Majd Huszár, egy ilyen, hogy elmenni, igen. Huszár István közeli portréja, nagyon jó elkapott pillanatok. Hol és meddig látható a teljes anyag? A galéria emeletén február 24-ig. Maradjunk a galériában? Folytassuk igen, maradjunk a tárlatvezetés? Ott van a Fametsző alkotótábor, amelyet Szepesi Béla és Antal István hívott életre. Mikor? 8 éve. Nincs még 10 éve éppen. Úgy olvastam, hogy 8 éve, úgy emlékszem rá. Hívta életre, és olyanokat hív meg, és fiatalokat és idősebbeket, ezzel is arra figyelve, hogy a hagyományokat és a technikai eljárásokat a nemzedékek egymásnak átadják. Beszélhetünk magáról egy picit az eljárásról? Lehet azt mondani, valaki fametszés? Persze. A körte és a hársa ebből a szempontból a legnemesebb és erre való anyagok, amelyeknek a haránc metszetét használja fel a fametsző. Hasonló eszközökkel dolgozik, mint a linómetszés, és ezt azért mondom, mert a linót azt jobban ismerik az emberek. Egy kicsit erősebbek ezek az eszközök, nagyon sokfajta profilja van. Ott egy tárlóba egy üveg alatt körbe is rakott Béla, vagy legalább 10-15 kést. Ő általában a legvékonyabban szokott dolgozni, mutatta nekem. És utána ugye ez magas nyomás. Hengerrel viszik fel rá a nyomdafestéket, ráteszik a papírt. Nem baj, hogy így mondom nem el? Van. És ők történetesen kanállal dörzsölve hozták létre a műveket, mert valószínű, hogy ott Monokon, mert most utoljára ott volt ez a tábor, nem volt gép, de így is meg lehet csinálni. Hát ez egy ilyen nagyon ősi eljárás, mert az ókorban nyúlik vissza a fametszésnek a története. És akkor itt szükségszerűen ne részletesen kidolgozott képeket várjanak az emberek nyilván. De nagyon részletesen. Hát, még részletesen, mint a linómetszet talán, mert a linómetszetnél az anyag néha úgy kunkorodik és úgy sodródik, ahogy nem várjuk, de itt a fának a harántmetszeténél kiszámíthatóak ezek a mozgások. Mert nem ütögeti, nem püfölgeti kalapáccsal, hanem kézzel csinálja, nagyon lassan, hogy ne ugorjon, megfelelő legyen a mélysége. Miről mesélnek ezek az alkotások, amik ezek szerint ugye természetes anyagból készülnek? Igen. A témát kérdezed? Uh-huh. Hát Béla portréka csinál nagyon nagy számban, nagyon szépen, nagyon mívesen, nagyon megdolgozottan, millió kis metszéssel. A neveket említsek még? Pató. Pató, nem Patópál, hanem
Bató Károly. A főfalon bal oldalt látunk két óriás munkáját, amelyről azért mondtam, hogy munkáját, mert az kivételesen linómetszet, de nagyon-nagyon szépen megdolgozott lírai, hát káprázatosan van megcsinálva. Most elmondom, hogy mi. Mindegyiknek a témája egy-egy öreg fa és a környezete. Ilyen úgynevezett, én úgy nevezem, hogy ilyen növényi lomok. Nagyon szép. Ez az egyetlen egy linómetszet, az övé, és még van egy más, amely kilóg a fa metszetek sorából, az pedig most hirtelen nem jut eszembe a neve, de megismerhetik rögtön, mert az a neve, hogy galambcsapda, ez műanyag metszet. Hát erről nem tudok beszélni. Valószínű, hogy a linó és a fa között áll keménységbe, nagyon-nagyon szépen meg van csinálva. Küldjük el a nézőket oda, és valamilyen Csaba, nem jut eszembe a neve. Igen, mindenképpen, Most a fa metszet csapat után egy másik alkotói közösségről beszélünk zárásképpen. Igen. A Hadron, ugye, az ma már tulajdonképpen művészeti csoport. Egy férjel Nyíregyházán. Utána néztem a Hadronnak, egy fizikai kifejezés, ez egy nagyon apró elemet jelent, és közvetítést jelent. Tehát ezek a kis elemek közvetítenek egymás közt. Úgy láttam az interneten, csak úgy oldalról, mert én nem értek hozzá, a férjem keresgélte, úgy láttam, hogy már egy vállalkozás is választotta magának ezt a nevet. De hát én ehhez nem értek, hogy de mi nézzük véd a, le. Igen, a miénket nézzük. Összeírtam a neveket, vagy 15-18 ember. Nem is ez a lényeg, hanem az, hogy képzőművészek a zöme, de van bennük bőven fotós, van bennük zenész, fotós és zenész is, és egy költő, Nagy Zsuka, ő nyitotta meg. Hol? És nagyjából mégis mit várja? Hol nyitotta meg? A Pár Gyula teremben van, Pár Gyula teremben csak egy terme van, posztamenseken és a falakon vannak a művek, a posztamenseken a szobrok és a plasztikák, természetesen ezek is nagyon érdekesek. Nehéz ilyen kategóriákat, de mégis ez inkább modernebb, inkább hagyományos. Igen, igen, inkább nem hagyományos. Hát hagyományos rész is van benne természetesen, mint mindig. Papír alapú, vászon alapú, de nagyon sok modern anyag is. Így valami olyan műanyag, amire nem tudtam rájönni. Aztán azt láttam, hogy valamilyen kötőanyaggal felvitt kót, ami a szmogot szimbolizálja. Aztán üvegcsék, kazetták, üvegcsék kazettákba, keretek, ennyi. Modern, megnyilatkozó fiatal nemzet. Igen, igen. Összefoglalva, ha valaki mondjuk a Művelődési Központ oldalában megáll, és mielőtt átmenne a zebrán, választhat, hogy Pár Gyula terem is, vagy Városi Galéria, de lehetőség szerint... De ne válasszom, mert menj el, nézz el mind a kettőt, mert nekem nagyon nagy élmény volt. Köszönjük az ajánlást. Én is köszönöm.